Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Köszöntöm Miklós Mende jegyzőasszonyt, Hanszsán a pénzügyi vezetőnket, Hurainé Szabó Mónika a jegyzőkönyvvezetőnket, alpolgármester úrat, a megjelenő képviselőket, és még egyszer mindenkit, aki figyelemmel kíséri a Kisrossi önkormányzat munkáját. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Szabó képviselő úr itt volt a bizottsági ülésen, de beteg, hazament, így nem vesz részt a testületi ülés munkájában, de ez a határozatképességet nem befolyásolja, nincs akadálya annak, hogy megtartsuk az ülést. Az SMS-nek megfelelően napirend előtt szeretnék néhány dologról beszámolni. Nem sok minden történt az előző testületi ülés óta, de amik történtek, azt természetesen ismertetem. Az előző testületi ülésen meghoztuk a döntést abban a tekintetben, kiírtuk a TOP pályázattal kapcsolatos építési tendert, ez lezárult, megtörtént a hivatalos bontás. Az előzetes tájékoztatás szerint szerintem sok, hány ajánlat érkezett? Sok. Azt hiszem, hogy 10. Igen, tehát sok ajánlat érkezett, ennek örültek, gondolom pálya, meg mi is fogunk örülni, mert tudunk dönteni, de előzetesen úgy tájékoztattak, hogy 2 darab olyan ajánlat érkezett, ami figyelembe vehető. Természetesen jelenleg a bírálóbizottság bírálja, ajánlatétellel fog a képviselőtestület elé adni, és mi döntünk ebben a kérdésben. Én szeretném relatív minél előbb, amikor az ügymenetek lezajlódnak, és abban az állapotában a testület tud dönteni, hogy meg tudjon indulni a munka, de az mindenképpen jó hír, hogy van érvényes ajánlat az útépítésre. A hulladékszállításhoz kapcsolatban szeretnék ismertetni egy levelet, amit a hulladékszolgáltató írt. Tájékoztatjuk, a társaságunk szolgáltatással nagyméretű cégéppel tudja biztosítani, melyek a biztonságos közlekedéshez, munkavégzéshez rendkívül fontos az utcákban megfelelő űrméret kialakítása. A közúti közlekedésről szóló 1988 első törvény kimondja, hogy a közút kezelője az országos és helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva a helyi közutak kezelésének szakmai szabályozó rendelet, stb. Köteles gondoskodni arra, hogy a közút biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kultúrát legyen. Ez alapján kérjük a település utcáiban a célgépeink számára biztonságos haladáshoz szükséges sávonként 2 méter 55 cm széles és 4 méter magas űrszelvény kialakítását biztosítani szíveskedjenek. Kérjük intézkedésüket a hulladékgyűjtő cégek biztonságában, közlekedésének, stb. Ezzel segítsék a munkánkat. Alpolgármester úrat kérem, hogy foglalkozzunk ezzel a dologgal, ez egy fontos dolog. Nagyon sok helyen kell az utcákat kitakarítani, és azért olvastam most fel ezt a levelet, hogy a lakosság tekintetében az emberek tudják, mert ez általában szokott érdekeket sérteni, belóg a gaj, kilóg a gaj, és a többi, és a többi, hogy ezt a munkát azért kell elvégezzük, hogy a szemétszállító szolgáltató is el tudja végezni a munkáját. Tehát arra kérlek, hogy az elkövetkezendő egy hónapban próbáljuk meg ezt a munkát elvégezni, és utána tudjuk jelenteni a szemétszolgáltatónak, legyen egy közös szemle, és végig tudjanak menni. Ne legyen az a reklamáció, hogy azért nem tudtak bizonyos szemeteket elvinni, mert nem végeztük el ezt a munkát. Tehát ez a mi dolgunk, hogy végezzük el. Köszönöm. Megküldte a 2023 évi beszámolóját a Kisrossi Községi Sportegyesület Judo és Kung Fu Klub, a beszámoló a hivatalban megtekinthető. Szeretnék felolvasni egy levelet, ami a ominózus kutyatámadással kapcsolatos levél, amit a posta írt nekünk. Felkérés együttműködésre a postai kézbesítés biztonságosága tételében. A posta, az ERT egyetemes postai szolgáltatások feladatának ellátása során a közbesítők minden évben több kutyatámadásos sérülést szenvednek el. Az esetek egy részében a támadást követően a sérült keresőképtelen állományba került. A kutyatámadásos esetek az utóbbi években, de különösen az előző évben jelentősen megnőtt. Keresőképtelenséggel járó munkabalesetek 15-20%-a kutyatámadással összefüggésben következett be. A keresőképtelenséget nem okozó, de orvosi ellátást igénylő kutyaharapásos sérülések aránya
bekövetkezett nem tápénzes munkabalesetek 40%-a. A kutyatámadásos munkabalesetek bekövetkezésének az okait jellemzően a következők. Kutya nem megfelelően lezárt kerítéseken, nyitott kapukon kiszökik, esetben az utcán szabadon kószál, és rövid idő alatt az utcára kijut. Kóborkutyák gazdájuk nem ismertek. Levélszegények, kapucsengők a kutya által elérhető helyre lettek felszerelve, ez esetben a kézbesítéskor a kutya eléri és megkaraphatja a kézbesítőt. Az ügyfél mellett kapunyításkor szökik ki az utcára a kutya, és támadja meg a kézbesítőt. Munkatársaink jelzés alapján az önök településén, az alábbi utcában a veszélyeztetés már bekövetkezett. Az ügyfélnek egy darab nagytestű kutyája van, mely rendszeresen kienged közterületre. A kézbesítőt már korábban is megtámadta az EB, de 2023. december 18-án a 2021 kisvárosi Hősök tere 3 számú címhely előtt bekövetkezett támadás alkalmával a munkavállalónk súlyos 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. Sajnos gyakran kérjük hiába az ügyfeleinket az ebtartás szabálynak betartására, együttműködésre, biztonságos kézbesítés megteremtésében. A polgármesteri hivatalnak módjában áll jogi eszközök alkalmazásával etérén jobb eredményt elérni, erre megvannak a törvényi lehetőségek. Biztonságos állattartást kikényszeríteni, a kóborkutyák számát támadását megelőzni, és ebbe kérik a közreműködésünket. Kérjük szíves intézkedésüket a postai kézbesítők biztonságos munkavégzésének megteremtése, munkabalesetek megelőzése érdekében. Kérjük továbbá a megtett intézkedésről szíveskedjenek információt adni, amely alapján az érintett kézbesítők alaját tájékoztatni tudjuk. Közreműködését köszönjük. Mindenki tud erről a kutyatámadásról. Én azóta személyesen is beszéltem a kézbesítő hölgyel. A következőt szeretném nyomatékosan kérni. A leghatározottabb szigort kérek a mezőr úrtól ebben a tekintetben, és azonnali hatállyal statáriálisan végigmenni a településen, és a póráz nélkül sétáltatott kutyákat minden tekintetben megbüntetni. Minden tekintetben megbüntetni. Megengedhetetlen az, hogy munkaközben támadják meg a kutyák az embereket, és az is megengedhetetlen, hogy kisgyerekes anyukák nem akarják, vagy nem merik a gyerekeiket sétáltatni az utcán, mert félnek a kutyáknak a mozgásától. Nagyon sokszor adott esetben az a kutya nem is biztos, hogy támad, de maga a mozgása, a nagysága, a jellege, ez zavarja az embereket. És ugyanezt szeretném kérni a hivataltól is. Ne maradjon ez a dolog intézkedés nélkül, úgyhogy... Én elég sokat kerékpározok, sétálok a faluban, sajnos nincs olyan nap, hogy ne találkozok szabadon engedett kutyával. Nincs olyan nap. Ebből fakadóan kérem, hogy járjunk el, és határozottan lépjünk ebbe az ügybe föl. Február 10-én falusi disznóvágás rendezvényt tartottunk. Tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki a szervezésben részt vett. Köszönöm alpolgármester úrnak a szakmai munkát. Köszönöm Sósné Anitának a szervezést, levezetést, illetve Schumacher Tamásnak és Gyuri Zsuzsának is a programba való részvételt. Az esemény jól sikerült, valószínűleg a következő önkormányzat is fog vele foglalkozni, ez az ő dolguk. Falubusz, nagyon fontos kérdéshez jutottunk el. A Falubusznak ugye megindítottunk egy próba üzemmódját, két hónapos próba üzemmódot határoztunk meg. Egy hónap letelt, addig nem változtattunk, és az egy hónap után a beérkezett észrevételeket figyelembe véve átalakítottuk a menetrendet. Ez még jobban, hogy mondjam, a lakosság igényeihez kapcsolódik. Úgyhogy most ez szerint működünk. Egyre jelentősebb különösen a pénteki járatoknak a látogatottsága. Most már a mostani pénteken már nem is tudtunk mindenkit elvinni, aki jelentkezett a pénteki járatra. De az egyéb járatokban is növekednek növekszik az utaslétszám, és bevezettünk egy újdonságot, mely szerint tekintettel a 11-es út reggeli tulajdonképpen közlekedhetetlenségére, ezért a Szigetmonostori Pásztorhévhez szállítunk le azok közül, az iskolás gyerekek közül egy párat, akik ezt saját felelősségükre vállalták, és így megérkeznek Szentendrére jóval korábban, mintha busszal mennének. Köszönöm Kenderesi Róbertnek a munkát,
jól működik ebben a tekintetben, és végzi a feladatot, semmilyen reklamáció, semmilyen negatívum a lakosság részéről nem érkezett, úgyhogy ezt fogjuk folytatni, és természetesen továbbra is várjuk azt, hogy van-e valamilyen észrevétel, amivel ki tudjuk egészíteni a falubusznak a működését. Mivel ez költségvetési kérdést is érint a későbbiekben majd, meglátjuk, hogy miután lezárul a teljes kísérleti szakasz, ami 2 hónap, utána kell-e fölvenni adott esetben plusz embert, 4 órába, 8 órába, vagy marad így, ez azután fog a képviselőtestület ebben a kérdésben dönteni a tartalék alap terhére természetesen. Posta. Sajnos itt rossz hírről kell beszámoljak. A posta ugye a kis településeken meghirdette azt a szolgáltatást, hogy lehetett jelentkezni bizonyos postai szolgáltatások működtetésére, és jelentkeztek is 2 a faluból erre a tevékenységre, és a 2-ből 1-et kiválasztott a posta, majd a szerződéskötés előtt az ügyfél visszalépett, ezt én nagyon sajnálom. A másik pedig, mivel őt nem választották ki, már másképpen gondolkodott. Tehát hiába kereste meg utána a posta azt, hogy akkor működtesse a másik, egyelőre egyik sem kívánja működtetni. Tehát valószínű, hogy az év folyamán, ezt nem lehet tudni pontosan mikor, a posta bezárásra kerül. Közlekedés tekintetében jó hírem van abban a tekintetben, hogy kihelyezésre kerültek az új közlekedési táblák, megindult az új közlekedési rend a Széchenyi utcán. Szerencsére, hogy úgy mondjam, relatív reklamáció és problémamentesen átállt a lakosság erre az új helyzetre. Egy megoldatlan kérdésünk még van, a hivatali parkolók kérdésének az ügye. Ebben a tekintetben megpróbáljuk figyelmeztetni a ide rendszeresen beálló autósokat arra, hogy ez ne tegyék, mert nem hivatalba jöttek dolgozni, nem csak parkolnak. Ha ez nem fog menni, akkor fizikai zárat fogunk felszerelni a hivatali parkolókhoz mindkét oldalra, és csak az fog tudni parkolni, aki rendelkezik ennek a fizikai zárnak a feloldásával. Tehát ez megengedhetetlen, hogy azért nem tudnak a vendégek parkolni a hivatal előtt, mert különböző autók megérkeznek külföldről, és akkor hetekig itt állítják az autóikat. Tehát ez biztos, hogy nem fog menni. De egyelőre próbáljuk személyesen megkérni ezeket az embereket, hogy legyenek szívesek a hivatali parkolót nem használni, vagy ne használni. Játszótér kerítése ügyében érkezett egy szóbeli bejelentés hozzám, hogy kapukat építsünk a játszótér kerítéseinek a 2 végére. Ebben az intézkedést meghoztam, megkértem a kollégákat, hogy szereljék föl még március hónapban a kapukat. Úgy tudom, hogy ez a munka zajlik, és bízom benne, hogy március végére ez be is fejeződik. Szeretném felolvasni az újvári házzal kapcsolatos levelet, amit a munkákkal kapcsolatban kaptam. Ugye, mint tudja, mindenki érvényes szerződésünk van, amiből még 1 év van, addig, amíg meg kell építeni Petőfi Kulturális Ügynökségnek az épületet, és át kell adni abban a formájában, ahogy a szerződés tartalmazza. A következő levelet tudom olvasni. Felújítás 2024 tavaszán elkezdődik, várható befejezése 2024 nyár. Külső általános munkák, új utcafronti kerítés építése, új vízbekötés létesítése, 3 darab udvari parkoló kialakítása, kert rendezése, parkosítás végig. Épületen kívüli munkák, új tetőszerkezet építése fémlemez fedéssel, meglévő fennmaradó tető feletti kialakítással, új bádogos szerkezet készítése, esővízlevezetés ereszt kialakítás, új vasbeton koszorú építése meglevő tető megbontásával, a jobb oldalon lévő felüli fal bontása, dől ki a fal, újrafalazása a galériánál, statikus vélemény a leírás alapján, mely most a napokban készül el, ezt írják, új utcafront egyedi nagyablak legyártása, a beépítéssel meglévő nyílászárónak megfelelő raster kialakítással, tehát ugyanez a rasteres kialakítása lesz az ablaknak, hátsó fajtó külső szárny újragyártása, hátsó fajtó belső szárny egyéb homlokzati nyílászárók felújítása, külső homlokzat vakolat javítása, megerősítése,
adott esetben újra vakolása, külső homlokzat teljes helyreállítása, fröcskölt szemcsés rusztikus felületképzéssel, épület körüli járda bontása, szellőző kavicsány készítése, hátsó betonterasz bontása, új tégraburkolat készítése. Épületen belüli munkák. A meglévő fürdőszoba teljes felújítása a burkolatcserével, új szaniterekkel, zuhanyozóval, WC-vel, mosdóval. Teljes gépészeti és elektromos vezetékcsere. A teljes elektromos hálózat külső-belső cseréje. Új világítótestek felszerelése. Új mestergerend alátámasztó oszlop beépítése. A belső teljes fal festése, belső nyílászárók mázolása. A belső famennyezet szelemeneinek megerősítése. Belső famennyezet korlátelemének mázolása, kezelése, olajozása, a fapadló feltárása, feltörtés pótlása, új párnafák készítése a szükséges helyeken, szükséges deszkázat cseréje pótlása, a restaurált képek, rajzok, vázlatok bemutatása, teljes installáció, a megvásárolt új képekkel is, csak megjegyzem, mert vettek új újvári képeket, amiket szintén föl fognak helyezni. Az alkotóháznak megfelelő funkció kialakítása és átadása. Úgyhogy azt gondolom, hogyha ezt megvalósítja a kivitelező, minden tekintetben a döntésünket megalapoztan is jól hoztuk meg. Úgyhogy ezt szerettem volna még napirendelőt elmondani. Napirendelőt más nincs. Következik a napirend. Képviselőtestület a napirendi ajánlást megkapta, nincsen napirendi kiegészítés. Az egyebeket azért tettem, mert bíztam benne a testet, hogy a top pluszba tudunk előlépni szavazás szinten, de még azt nem tudjuk. Tehát egyebekben nincsen semmi. Napirendi javaslatot ismertetem. Egyes napirend. Kisorszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2021 évi költségvetési rendelete. Kettes. Javaslat a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben erkölcsi és politikai nyilatkozat elfogadására és közzétételére. Kérem a képviselőtestet, fogadjuk el a napirendet. Elfogadtuk. Haladunk. Első napirendi pont a képviselőtestület. Képviselőtestület által megalkotott, pénzügyi által megalkotott költségvetés tárgyalása. Mint minden település életében a legfontosabb tárgyalása, az év legfontosabb rendelete a költségvetési rendelet, hiszen ez alapján élünk. Több tárgyalási forduló után jutottunk el pénzügyi vezető asszonnyal a elkészített költségvetéshez. Előre bocsátom, a képviselőtestületi ülés előtt a pénzügybizottság tárgyalta az előteresztést és elfogadásra javasolta. Ismertetnék a szóbeli előterjesztésből néhány gondolatot. A költségvetés összeállítását az idén is egyeztető munka előzte meg, mely során a kiadási és bevételi oldalon a 2023 évi teljesítési adatokat, a hatályos szerződéseket, a meghatározott állami normatíva számait figyelembe véve határoztuk meg a kiadások kötelező költségelemeit, illetve várható bevételeit. A bevételi oldal. Bevételi oldalon összességében elmondható, hogy az állami normatíva összege 15.262.795 forinttal nőtt a tavalyi évhez képest. Az állami normatíva összege 2023-ban 101.812.932 volt, 2024-ben 117.075.727.000 forint. Az állami normatíva összege az összes kiadások kb. 22%-ára nyújt fedezetet, különböző az önkormányzatnak előteremteni érzik a számot. Tehát 22%-ot kapunk az államtól, és a felmaradó 78%-ot az önkormányzatnak előteremteni a működéshez. A 2021-es adókivetések alapján összességében 65.690.000 forint adóbevétellel számolunk. Nem kevés az adóbevétel, amivel számolunk. 65 millió forint. A RÉV jegy- és béletértékesítésekből, illetve szociálpolitikai menedély támogatásokból várhatóan 9.290.000 forint bevételünk van. A RÉV összes kiadása 45.727.000 forint. A veszteség 36.437.000 forint. Tisztelettel. Tehát ezt szeretném mondani, hogy a RÉV kevesebb, mint 10 millió forint bevételt termel, és több, mint 40 millió forintba kerül a fenntartása.
megint csak gratulálok azon, hogy megakadályozták a Ré utcai hídnak a megépítését a pereikkel, az aláírás gyűjtéseikkel és a képviselői támogatásukkal. Tönkreteszik a falut, tehát ezt egyértelműen állítom. A veszteség 34.637.000 forint, emelyet az önkormányzatnak saját forrásból kell rendezni. Létezik, ahogy írjuk a előterjesztésben, komp pályázati felújítás, melynek a maximált mértéke 39,5 millió forint, 20%-os önrészsel, de soha nem nyertünk ilyen volumenű pénzt. Tehát a működtetéshez a legnagyobb összeg úgy tudom 18 millió forint volt, amit nyertünk. Az összes többit saját magunknak kell kigazdálkodni, és az is teljesen bizonytalan, hogy ebben az évben egyáltalán lesz el évpályázat, és mennyi lesz, amit ezen tudunk nyerni. Az viszont egészen biztos, hogy ezzel az üzemeltetéssel 36 millió forint a veszteség. Saját működési bevételek, szerződések alapján köztőletfoglalás, terembérlet, szigetcsúsbérleti díj, tankerület, stb. Étkezési díjak, itt 18 millió forint a bevételünk. A fővárosi vízművekkel kötött szerződés alapján a tervezhető 2023 évi elszámolás alapján 17 millió 100 ezer forint az átvett pénzeszköz. Itt megkaptuk a vízműveknek azt a támogatását, hogy ezt el tudjuk számolni, bízom benne, hogy sikerülni is fog az elszámolás. A számolt 178,6 millió fontos pénzmaradvány, 59 millió fontos része működtetési, 119 millió fontos része felhalmozási összeg. A szabad felhasználási összeg a kiadási oldalon a tartalék erőnzetben 20 millió forint. Ez egy fontos szám, tehát még ennek ellenére is van 20 millió forint szabad felhasználási összegünk. Megjegyzem, ha a képviselőtestület végignézi az elmúlt időszaknak azon pénzügyi szavazásait, amit a tartalék alap terhére tettünk meg, gépvásárlás, pályázati örészek, stb., akkor már a kevesebb pénznek kéne meglenni a eladott ingatlanból, mint ennek, de jól gazdálkodtunk, tehát még mindig van 20 millió forintunk. Az óvoda, minibölcsöde, kiadási oldal következik. Az óvoda, minibölcsöde, konyha, közös intézmények működési költsége az ezzel párhuzamos és állami finanszírozása is nőtt a tavalyi állapothoz képest. Költségvetés főösszege 120 millió 483 ezer forint, az állami normatíva 84 millió 948 ezer forint, mely a működés 71%-át fedezi. Tehát itt is jól láthatóan hozzá kell járulnunk az önkormányzatnak. Ezen a szinten való működtetéséhez az óvoda, minibölcsöde és a konyha működéséhez. A kiadási oldalon szigorúan a kötelező költségeket terveztük, a bérrovaton a kötelező garantált béremelkedéssel számoltunk, összességében 16%-kal magasabb összeggel számoltunk, mint az előző évben volt. Tulajdonképpen ennyit szeretnék szöveges kiegészítésbe hozzátenni hogy elmondani, ahhoz, amit írásban is megkaptak a képviselők. Részletesen megkapták a rendeletet, a kiegészítő számolásokkal, illetve a rendelet teljes szövegével. Ki azt kérdezném, pénzügyi vezetőnket, van-e valamilyen kiegészítés? Nincs ki, ezt egyetértek a vízmű elszámolást. Mindenféleképpen kell hajtanunk a 17 millió 100 millió fontos. A kompok lélek olyan részére valamennyit, ha megnyerhetjük, beépítettük a költségvetésbe, óvatosságjára alapján állítottuk össze. Nagyon minimálisra lett véve, személy szerint is úgy látom, hogy tényleg nem lett túlzásba rakva, semmi bevétel és sem kiadási oldalon. Úgyhogy óvatos lett. Nekem csak ennyi a megjegyzés. Köszönöm szépen. Érző asszony. Köszönöm szépen. Én nekem nincs kiegészítő való. Kérdezem a képviselőtestet, van-e valakinek a két ismertetett költségvetéshez kiegészítő véleménye? Nincs. Kérem a képviselőtestet, szavazzunk az előbb ismertetett költségvetési rendelet alapján. Ki az, aki támogatja Kisrosszi 2024 évi költségvetését? Szavazunk. Megszavaztuk. Köszönöm. Mielőtt tovább lépnének, engedjenek meg néhány rövid gondolatot, ami a költségvetéssel kapcsolatos, és Kisrosz jövőjét tekintetében szerintem fontos. Ahogy pénzügyvezető asszony is mondta, ez egy biztonságos költségvetés, és ennek két oka van. Egyrészt ez a mostani képviselőtestület ugye a mandátuma lejárta felé közeledik,
Én semmiképpen a költségképviselőtestület jelen összetételében semmilyen szintű jelentős tervezése nem teszek javaslatot, ismert okai vannak ennek a dolognak. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy a következő képviselőtestületnek és a következő polgármesternek jelentős változtatásokat kell eszközölni, és jelentős problémákkal kell szembesülnie. Mik azok a dolgok, amikkel szerintem foglalkozniuk kéne, nyilván azon tűnően, amit ők is gondolnak. Engedjék meg, hogy azért az elmúlt 20 év rálátásával fogalmazzak meg gondolatokat, mivel ugye több mint 20 éve vagyok már polgármester Kisrosziban. Én úgy érzem, hogy egy nagyon fontos határkőhöz érkezett a település élete. Ez a határkő az úgynevezett fenntarthatatlan helyzet. Tehát ez a költségvetés ebben az évben még elmegy így, de ha a következő testület és a következő polgármester ezen nem változtat, ezt nem lehet fenntartani a továbbiakban. Amit a fenntarthatatlanság miatt mondok, az elsősorban a révközlekedés ügye. A révközlekedésre valamilyen megoldást kell találni, ez egy nagyon fontos felelősség. Vannak elképzeléseim ebben az ügyben, de itt az új testületnek ebbe gondolkodnia kell. Előre bocsátom, ha nem mint polgármester, hanem mint kisoroszi adófizető állampolgár mondok véleményt, úgy meg még határozottabban az a véleményem, hogy a befizetett adóforintjainkat a következőkben nagyon-nagyon meg kell gondolni a kisoroszi önkormányzatnak, hogy mire költi. Tehát az szerintem nem működik, hogy 35 millió forintot fizetünk ki a révközlekedésre, akkor, amikor egy komplett adóbevételünk egy évben 65 millió forint. Ez nem működik. Azt gondolom, nem működik. Erre megoldást kell találni. Megoldást kell találni arra a kérdésre, hogy mi történik a sziget csúcsügyében. Mindenképpen megoldást kell találni. Majdnem minden nap járok föl, vagy így, vagy úgy. Hát a személyes tapasztalataimat nem kívánom most megosztani a nyilvánossággal, gondolom mindenki látja, hogy mi a helyzet. Egy biztos, ez így tarthatatlan. Tehát az egész biztos, hogy a következőkben a meglévő szerződést, adott esetben az új testületnek újra kell tárgyalni. Meg kell próbálni a partnerrel megegyezni ebben a kérdésben, hogy nem bérlőt keresünk a sziget csúcs tekintetében, hanem befektetőt. Nagyon lényeges különbség. Nagyon lényeges különbség. Tehát az állami pénz, amit egyszer sikerült megszerezni, aztán utána vissza kellett fizetni ugye a ismert lakossági tiltakozások miatt, meg a egyéb furkáló akciók miatt, erre egyre kevesebb esély van, hogy valami állami pénzt lehet erre szerezni. Van valamennyi, de egyre kevesebb esély van. Tehát mindenképpen a megoldást egy másik irányba kell előrehozni. Másik, ami szintén egy személyes véleményem, de eléggé sarkosan kialakult bennem, hogy jelenleg több ok miatt, most ebben nem mennék bele, mert még az elkövetkező időszak ennek a kitárgyalására bőven alkalmas, több ok miatt azt érzem, hogy a település látogatottsága, mozgása, élete egy kicsit megállt. Kicsit megállt. Kevesebb a látogató, zárnak be a vendéglátóipari egységek, veszteséggel működik minden. Nyilván ennek vannak országos okai is, de vannak település okai is. Vannak település okai is, tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobban kell tisztelni majd és megbecsülni a következő önkormányzatnak, akik befektetői szándékkal érkeznek, és azon véleménykisebbségeket, amik a személyes, hogy úgy mondjam, problémáik megoldása véget akadályoznak meg bizonyos fejlesztéseket a településen, ezen túl kell lépni a következő önkormányzatnak. De mondom, ez a következő képviselőtestület és a következő polgármester felelőssége. Előbb említettem már, csak megismételni tudom, hogy mindenképpen benne volt a gondolataimban az idei költségvetés tekintetében, hogy fél évnél változások lesznek, és nem tartottam volna korrektnek azt, hogy úgy hozunk meg stratégiai döntéseket, adott esetben kikötő, sziget csúcs, stb. Ügyében,
hogy ott a következő megválasztott polgármester, illetve megválasztott képviselőkkel, még ha csak de facto októberben lépnek be, de akkor is az egyeztetést, az biztos, hogy le kell folytatni már nyártól az új megválasztott tisztségviselőkkel. Nem lehet másképpen szerintem. Azt gondolom. Úgyhogy még egy észrevételem van, ami a közös hivatallal kapcsolatos. A közös hivatal fenntartásának a költségei, mint látják, 6,5 millió forintra rúgnak már. Ez egy szintén fenntarthatatlan helyzet. Ez egy rossz megállapodásnak az eredménye. Ezt pontosan tudja mindenki, hogy 2014-ben történt egy új megállapodás az akkor belépő polgármester és Tahitotfalu önkormányzata között, ami rossz útra vitte az önkormányzatunknak a hajóját, hogy fogalmazzak így, és addig egy forintot nem fizettünk az önkormányzati közös költségvetésbe, a Tahitotfalu közös költségvetésbe. Az megnyitotta a lehetőséget annak, hogy Kisoroszi önkormányzatának fizetnie kellett, és ezt már csak tűzoltás jelleggel tudtam én kezelni gyakorlatilag 17 után egy kiegészítő megállapodással, de ez fenntarthatatlan így. Tehát én azt gondolom, hogy aki megint többet utalok ellen majd az új polgármester lesz, annak végig kell gondolni azt, hogy ezt a közös hivatal költségvetést így a továbbiakban nem lehet fenntartani, mert azért ennyit nem romlott a magyar fizetőeszköz, hogy a nulla forinthoz képest 6,5 millió forintot kelljen fizetni. Tehát ennyit azért nem romlott a helyzet. Úgyhogy ez még egy fontos ügy. Röviden ennyit szerettem volna mondani a képviselőtestületnek, illetve a lakosságnak a idei költségvetéssel kapcsolatban, úgyhogy haladunk, a második napirendi pont következik. A második napirendi pont, ez egy ajánlás, amit mindjárt megtalálok. Itt van. Előterjesztés. Olvasom az előterjesztés szöveget. A gyermekek védelmi és gyámi igazgatásról szól ilyen és ilyen számú törvény bekezdése szerint a gyerekek védelme a gyermek családban történő növekedésének elősegítése és veszélyeztetettségének megelőzésére, megszüntetésére, valamint szülői és más hozzátartozói gondolkodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmek biztosítása irányul a tevékenység. A bekezdés alapján a gyermekek védelmét pénzbeli, természetben és személyes gondolkodás nyújtó gyerekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint gyermekvédelmi törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A bekezdés szerint a gyermekvédelmi rendszer működtetése az állam és az önkormányzat feladata. A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenek felett álló érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása. A kiemelt cél a gyermekvédelmi rendszer megerősítése, a jelenlegi szabályok kiegészítése az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig, mindezeket együtt pedig az új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában kívánja beünteni az országgyűlésbe. Továbbá a vizsgálat elrendelése van folyamatban minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjénél, átvilágítanak mindenkit, mert alkalmassági feltételeknek egy gyermekvédelmi intézmény mindenre ki kell terjedni, amely az önkormányzati intézményekre is igazak. Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselőtestület további határozó javaslat elfogadására. Ezt a levelet Vitályos Eszter képviselőasszonytól kaptuk. Határozati javaslat. Kisoroszi község képviselőtestülete elismeri, hogy az alaptörvénynek megfelelően az anya, nő, az apa, férfi, a gyermekek védelme pedig mindennél előbbre való. Egyetért azzal, hogy a gyermekek kárára elkövetett bűncselekmények tetteseit a törvény a teljes szigorával kell büntetni, pedofiliával szemben nincs kegyelem. Támogatja, hogy Magyarországon legyen Európában a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszer. Kötelezi magát arra, hogy saját intézményeiben mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekeinket meg tudjuk védeni. Én abszolút egyetértek ezzel a határozati javaslattal. Kérdezem a képviselőtestületet, ki az, aki támogatja az ismételt határozati javaslatot. Szavazunk. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen, a mai képviselőtestület ülés véget ért. Viszontlátásra.